Matematikával folytatódott az írásbeli érettségi vizsgák sora. Változatos programok várják a babákat és szüleiket a születés hetén. Egészség és sportnapot tartottak a Vasváriban. Köszöntöm nézőinket! Önök AD Plus TV híradóját látják. Kedden országosan matematika vizsgatárgyból középszinten 1222 helyszínen 69233 vizsgázó, emelt szinten pedig 88 helyszínen 3386 vizsgázó tett érettségi vizsgát. Mértani sorozat, módusz és medián, vektorok, százalékszámítás, geometria, gráfok, halmazok is szerepeltek a feladatok között. Több németországi tartományban is tüntetést tartottak a diákok az idei matek érettségi nehézsége miatt. A tiltakozás egy online petícióval indult, amelyben a tanulók azt kérték, hogy az írásbeli érettségi értékelését igazítsák a feladatok nehézségéhez. Magyarországon ugyan nem tüntetnek, de többen csalódottan jöttek ki az érettségiről. Megmondom, hogy szintén könnyebbre számítottam az előző érettségi alapján. Az első feladatsor az könnyebben ment nekem, a második viszont elég nehéznek tűnt, ott így lapozgattam, hogy jó, hát akkor ezt kihagyom, majd végén megcsinálom, és akkor így lapoztam, és így elfogyott konkrétan a lapom, úgyhogy végül is belekezdtem, részpontszámokat fogok kapni, meg lesz szerintem, de végül is úgy általánosságban elmondható, hogy mindenkinek szerintem sikerülni fog. Hát szerintem elég nehéz volt az idei matek érettségi, ennél azért könnyebbre számítottam, de azért próbáltam mindenhol részpontszámokat szerezni, vagy ilyesmik, de azért elég nehéz volt, csalódottan jöttem ki. Nehéz volt igazából. Olyan feladatok voltak, amire számítottam, és remélem, hogy mindenre. Melyik rész volt az, amire úgy érezted, hogy nehéz volt? A második része volt nehéz. Abban összetett feladatok voltak, az első rész az könnyebben ment. A Bánki Dunát Szakképzési Intézetben is több osztály diákai adtak számot matematika tudásukról az idei érettségén. Három osztálynyi gyerek, tehát körülbelül olyan 100 gyerek, plusz vannak külsős érettségizőink is, akik korábbi diákaink voltak, és ugye a sikeres felvételik továbbtanulás reményében újraírják a matek érettségét. Az emelt, ez mind középszintű érettségi, az emelt szintű érettségét azt Fehérváron írták, körülbelül 5 gyerek, tudomásom szerint az intézményünkből. A matematikából középszinten vizsgázó két feladatsort kaptak. Az első 10-12 feladatot tartalmazott, amely alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrizte. A második feladatlaban pedig egyenlőtlenség, koordináta geometria, sík- és térgeometria, gráfok, valamint valószínűség számítás is egyaránt megtalálható volt a kérdések között. Holnap pedig jön a történelem írásbeli, amelyről talán többen jönnek ki elégedetten. A születés hete kapcsán Dunaújvárosban egész héten ismét jobbnál jobb programokkal várják a babákat és a szüleiket az egészségmegőrzési központ munkatársai, akik hétfőtől péntekig ingyenes programokkal segítik az érdeklődőket. Imár a 8. alkalommal van lehetősége a babáknak és mamáknak, hogy szakemberek segítségével egy héten keresztül ingyenesen vegyenek részt az egészségmegőrzési központ által szervezett előadásokon és interaktív programokon Dunaújvárosban. A területi védőnök 2011-ben kerültek ide az egészségmegőrzési központba, és azóta minden évben szervezünk a családoknak programokat. Kétféle dolog van, az egyik a hétköznapi rutinhoz kapcsolódó segítség, a kismama klub szülők iskolája, ezek mennek folyamatosan, turnusonként. De van egy olyan hetünk, amikor kifejezetten ősszel az anyateljes világnap kapcsán, tavasszal pedig hát a családok születését ünnepeljük tulajdonképpen. Keresettek és szeretettek ezek a programok. Általában a hely nagysága korlátozza csak a befogadókészséget. Ez régen egy óvoda volt, ahol zajlanak ezek a programok, és hát a csoportszoba mérete az, ami meghatározza az, hogy hányan tudnak jönni. De mivel az egész épületet ilyenkor használjuk, gyakorlatilag elég nagy létszámmal fordulnak meg. Vannak kedveltebb programok, kevésbé kedvelt programok, de igyekezzük az igényeknek megfelelően szállítani a programot. És a kedveltek közé tartozott most is a babamasszázs, ami nem csak a kisbébiknek okozott felüdülést. De a babák is nagyon élvezik, meg mi is összejövünk egy kicsit, beszélgetünk, és hát legfőképpen ők nekik szerintem nagyon hasznos. A közösség is nagyon jó, tehát azért sok baba van, amint láthatják, tehát jó az anyukákkal társalogni, jó felfedezni azokat a dolgokat, amiket itt megtanulhatunk, tehát elég sok program van ezen a héten, érdemes is eljönni, és fogunk is.
Tehát egész héten mindenféle különböző program lesz babás, mamás, és fogunk jönni. A másik ilyen népszerű program a Ringató volt, amelyre zsúfolásig megtelt a helység babákkal és éneklő anyukákkal. Volt olyan is köztük, aki nem először jött már el, hanem kihasznál minden lehetőséget, hogy részt vehessen rajta. Hú, hát mi már elhasználtunk 2-3 bérletet, úgyhogy törzs vendégek vagyunk. Kornél fél éves volt, amikor először voltunk. Hát egyrészt nagyon jó volt kimozdulni a többi anyukához, másrészt hiába jártam zenetagozatos suliba, azért elfelejtettem már, úgyhogy rengeteg dalt tanulunk meg. Hát Kornél is nagyon jól érzi magát a babákkal. A Ringató program természetesen a babák fejlesztésében segít, úgy, ahogy az elkövetkezendő napok több rendezvénye is, mint például a gyermekelső segélynyújtás, a helyes táplálkozás a várandóság alatt, a babamasszázs és a kangatréning is. 93 végzős diákját búcsúztatta a Rudas Közgazdasági Szakgimnázium szombaton délelőtt. A ceremónia vidám hangulatban telt, mindemellett megható gondolatokkal köszöntek el a tanulók egymástól, tanáraiktól és az iskolától. Rossz szöveget olvasott a kishölgy, osztálytársa pedig belibbent és néhány táncos fordulat kíséretében odaadta neki a jó beszédet. Ezzel a humoros játékkal is megspékelte a Rudas Közgazdasági Szakgimnázium 12. D, vagyis a végzős informatikai osztálya a ballagási búcsú beszédet. Vidám hangulatban sok szép útra való gondolattal köszöntötte az intézmény a 4 végzős osztály diákjait. A ceremóniát az időjárásra való tekintettel a tornateremben tartották meg, ide vonultak be az utolsó osztályfőnöki órájuk után a ballagók. Mint a Szemenyei István, az iskola igazgatója elmondta, 4 évvel ezelőtt 120 tanuló kezdte ezt az évfolyamot, végül 93-an értek a középiskolai tanulmányaik végére a Rudasban. Tényleg egy kicsit olyan, amikor az ember ugye elveszít egy darabot a munkájából. Itt is nagyon lelkiismeretes osztályfőnökök ültek. Igaz, hogy volt, aki csak 1 évre vagy 2 évre vette át az osztályt, de látom a szemükbe, meg ismerem a gondolataikat, érzéseiket, hogy azért úgy megszenvedi egy picit az ember. Akár mi is volt a 4 évben hiányzások, vagy bármilyen kisebb, nagyobb balék, de ilyenkor már csak a szép marad. Bizony, a búcsúzás sosem könnyű, és ezzel az osztályfőnökök is egyetértenek, akik a még szeleburdi kamaszokból, tinédzserekből, a felnőtt kor küszöbén álló hölgyeket és urakat neveltek az iskolai keretek között. Ilyenkor még nehéz szívvel gondol az ember arra az elmúlt esztendőkre, amelyek során összekovácsolódtunk, sok-sok-sok konfliktust oldottunk meg közösen, és ilyen csodálatos közösségé nőtte ki magát az osztály. Az a 20-30 pár gyerek, aki ide érkezett 4 évvel ezelőtt, és most azt látjuk, hogy szépen felöltözve, ünnephez méltóan, valóban érettem, készülnek arra, hogy elhagyják az iskola kapuit. És persze itt vannak ők, a ballagás főszereplői. Talán nekik a legnehezebb, hiszen 4 éven keresztül minden egyes nap újabb és újabb tudással vértezték fel magukat, együtt élték meg a jót és a rosszat, most viszont egymásnak is búcsút intenek, lezárul egy korszak életükben. A diákok nevében az elején is bemutatott Gulyás Alexandra, 12. D-osztályos tanuló köszönt el az iskolától. Hát úgy gondoljuk, hogy ha egy visszanézünk az összes többi beszédre, előveszük a fiókból és elolvasuk, akkor körülbelül mindegyik ugyanazt mutatja, mindegyik ugyanarról szól, és úgy gondolom, hogy a mi osztály közös az kicsit más, ahogy ez a beszédben is szerepelt, és ezért szerettünk volna egy ilyen beszédet megírni, és szerencsére a iskola vezetés ezzel egyetértett, úgyhogy abszolút köszönjük nekik. Egy személyes megjegyzéssel hadd zárjam, valamennyien gondolom majd szűkebb, nagyobb körben ünnepelni fogtok, ebédek és vacsorák követik egymást. Én is elmegyek egy kis rendezvényre, hiszen ma 30 éves a tankcsapda, és a és amikor felhancik a nóta, remélem felhancik, akkor biztos, hogy eszembe fogtok jutni. Minden jóból egy jónak tanállal adjon az ég nektek. A ballagási ceremónia örömteli óráit csupán egyetlen dolog árnyékolta be egy kicsit. Ezek a végzősök hétfőn életük egyik nagy próbatétele elé álltak, hiszen megkezdődött az érettségi időszaka, ekkor adhatnak számot az elmúlt években megszerzett tudásukról. Remélhetőleg mindenkinek a legjobban sikerül.
A tanítás, a kiállítások szervezése mellett folyamatosan alkot városunk egyik kiemelkedő képzőművésze, Rohonci István. Szívesen mesélt nekünk egy folyamatban lévő új köztéri szobráról is, amely Janus Pannonius ábrázolja életnagyságban. Városunkban senkinek sem ismeretlen Rohonci István neve, már csak a számos köztéri szobra okán. Sőt, a 2017-ben felavatott 13 méter magas ólomkatonája, a Miska Huszár, világrekordnak számít a maga nemében. A tanár úr délelőttönként a Széchenyi Gibiben oktatja a fiatalokat a művészetről, bemutatkozási lehetőséget biztosít a feltörekvő alkotóknak a Szivacs Galériában, és például a Bartók Színház aulájának tárlatait is ő koordinálja. Minden mellett persze alkot, keresi az újabb kihívásokat, keresi a lehetőséget ahhoz, hogy mindenki örömére valami újabb maradandót alkosson. Én a Iparművészeti Egyetemen környezetkultúra szakon is végeztem. És azt gondolom, hogyha már nekem a Jóisten ilyen talentumot adott, hogy én tudok egy szobrokat csinálni, akkor én próbáljam szebbé tenni a környezetemet. Hogy valami olyasmit csinálni, amivel több lesz a világ, jobb lesz, szebb lesz. Ezért van az, hogy a köztéri rohó alkotások környezetét is rendbe teszik, tehát a szobor környezete is a tervezési folyamat része a legelejétől kezdve. Így szerveznek szponzorokat is hozzá. Ahogy a művész fogalmazta, a nagyobb köztéri szobrok megalkotása és felavatása mindig csapatmunka eredménye. Mert nagyon sok embernek a pénze, a jó szándéka, az akarata kell ahhoz, hogy ezek megvalósuljanak. Az, hogy nyilván ennek a központi gondolata nyilván egy szobor, de e köré épül fel az egész rendszer. És ez nagyon fontos, hogy ez mindig jó ízűen működjön. Tehát, hogy mindenki magáénak tudja érezni. És ez számomra ez nagyon jó. Ezért nem is nagyon tekintem ezeket olyan rohó munkáknak. A Gimis műhelyének közepén egy monumentális szobor áll. Ez egy folyamatban lévő projekt. Mint azt Rohó elmesélte, a Pannon Oktatási Központ igazgatójával, Borgulya Zoltánnal egy új köztéri szobor alkotásáról beszélgetett. Innen jött az ötlet, hogy a kertvárosba, az iskolához közel, Janus Pannoniusról hozzon létre egy újabb remek művet. Tavaly támogatást nyert az önkormányzat kulturális pályázatán az életnagyságú szobor gipszintájának megvalósítására. És akkor itt jönnek azok az attribútumok, amik, de mert ugye valahogy meg kell fogalmaznod azt, hogy de mit is akarsz. És akkor ezért van az, hogy a humanizmus, ugye a könyv, ugye a Mátyás király, Gódexek, Korvinák, akkor azt fogja az egyik kezébe, és akkor ez mondjuk egy palás lenne, amelyik így csúszik le róla. Tehát ez mondjuk jelképezni az egyházi méltóságot. És a másik kezébe pedig a mandula fág. A gipsz minta elkészült, ám most jön a nehezebb lépés, hogy az anyagi hátteret előteremtsék ahhoz, hogy végül bronzból kiöntve, talapzattal, a környezet rendbetételével kiállíthassák a kertvárosba. Mint azt Rohó hangsúlyozta, ehhez is csapatmunka kell, mert enélkül nem működik. Közben egy újabb tervezésre is felkérés kapott. Múlt héten keresett meg Martin Komara, hogy kéne valami tánc emlékművet készíteni. Táncos, Dunajváros tánc kultúrájával kapcsolatban. Úgyhogy ez indul el. Úgyhogy ez most nagyon friss, hogy tényleg holnap kezdődnek a tárgyalások, hogy akkor tényleg hogyan is menjünk tovább. Tehát milyen formában lehetne ezt megvalósítani. Úgyhogy ez a következő. Mondjuk így ilyen köztéri munka. Rohonci Istvánnal készült portrénkat a Kultúrközpénteki számában tekinthetik meg. Sport és egészségnapot tartottak a Vasvári Pál általános iskolában. Az intézmény tanulóinak három helyszínen, az élményfürdőben, a sportcsarnokban és az iskolában készültek változatos mozgásformákkal. Játékos és ügyességi feladatok voltak főszerepben a Vasvári Pál általános iskola tornatermében hétfőn az intézmény sport és egészségnapján. Ez a rendezvény már hagyomány az iskola életében. Minden év májusában a Magyar Sportnapján rendezik meg. Hát igazából a sport az ebbe az iskolában az összes gyereknek jelentős az életébe, és az egészségünket is szolgálja, és az iskola jó, hogy ezt támogatja, hogy mi sportolhatunk, és hogy így el is engednek minket órákról is. És hát ez így nagyon jó, hogy támogatnak minket. A vasváris diákok mindennapjainak állandó része a mozgás. Kézizek, de
otthon, mondjuk van egy játszóterünk, oda mindig járok, játszok, meg mozgok ugye. Én igazából szellemi sportot űzök, de nagyon sokat szoktam mozogni is. Apukámmal nagyon sokat elmegyünk bringázni délután, meg sétálni is szoktam. Az oktatási intézmény fő profilja a sport, ezért kiemelten fontos, hogy a tanulók órarendjében a testnevelés, mint tantárgy szinte minden nap szerepeljen. Az iskola 70%-a aktív sportoló, igazolt sportoló. Úgy gondolom, hogy a mindennapjaikat teljesen átszövik a versenyek, a versenyekre való készülés, a mindennapi edzés. Ezek a gyerekek reggeltől estig gyakorlatilag a sport bűvöletében élnek. Az élsportolóink, az A-osztályosok reggeli edzés, délutáni edzés, a B-sek, akik csapatsportosok, ők főleg délután járnak edzésre, de a C-sek közül is nagyon sokan vannak, akik az itteni tömegsportban vesznek részt. Tehát úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, és mindenki számára az egészséges életmódra való nevelés ebben az iskolában kulcs szerepet kap. 1875-ben ezen a napon rendezte a Magyar Atlétikai Klub a kontinens első szabadtéri sportversenyét Budapesten. Ennek emlékére a kormány 2000. május 2-án hozott határozata alapján május 6-án tartják a Magyar Sportnapját. Következzenek kiemelt híreink még egyszer röviden. Matematikával folytatódott az írásbeli érettségi vizsgák sora. Változatos programok várják a babákat és szüleiket a születés hetén. Egészség és sportnapot tartottak a Vasváriban. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Fücze Ramona jön a várható időjárás jelentéssel, majd Hír Plusz című műsorunkban a Rudas iskola ballagását láthatják, aztán pedig a Csacsogó csemeték következnek, anyagainkat pedig bármikor visszanézhetik a www.dplusztv.hu weboldalon. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Szerdán hosszabb napos időszakok ígérkeznek, a megnövekvő gomolyokból pedig legfeljebb az északi középhegységben alakulhat ki néhol egy-egy zápor. Hideg lesz a reggel, néhol gyenge fagy is előfordulhat, de délután már 20 fokot mérhetünk. Csütörtökön ismét országos eső várható, a Dunántúlon pedig zivatar sem kizárt, emellett élénk lehet a déli-délnyugati szél, de délután 12 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Pénteken a hosszabb napos időszakok mellett szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok, és délután is csak 19 fok valószínű. Szombaton kevesebb helyen alakulhat ki zápor, zivatar, és 21 fok körül alakulnak a maximumok térségünkben, éppen ezért, ha tehetik, inkább erre a napra tervezzenek kirándulást. Vasárnaptól megint kisebb lehűlés következik, a hét utolsó napján ugyanis 16, hétfőn 17 fok valószínű. Szerencsére nem kell messze menni, ha egy kicsit kimozdulnánk itt Dunaújvárosban. Ahogy azt Lencsés János fotója is jól bizonyítja, az Alsó-Dunapart mindig rendelkezésünkre áll, ha éppen a természetet szeretnénk csodálni. Mi pedig továbbra is várjuk az önök fotóit, hogy ezzel színesítsük időjárás jelentésünket. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra! Készült a médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.